Tisztelt lelkész úr, azt szeretném kérdezni, honnan veszi észre az ember, hogy Isten elhívta, hogyan bizonyosodhatunk meg erről üdvözlettel HB. Természetesen vannak az elhívásnak rendkívüli természetfölötti jelei, de most ezt tegyük félre, mert tudom, hogy leginkább ezt szeretjük, és ezt szeretnénk, hogy ebből részesedjünk. Én egy általánosabbat mondok, hogy az embernek a szívébe éjség és szomjúság van az élő Isten iránt, és van egy belső ösztönzés arra, hogy szeretné ő szolgálni, kívánja a jelenlétét, szinte rosszul van az ember, már jó értelme nem fizikai rosszul létről beszélek, hanem egy ilyen epekedő sóvárgás van az embernek a szellemébe, lelkébe. Ha hiányzik az Istennek a jelenléte, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a szomjúság és ez a vágy nem a testől van, hanem Istennek a keze újja van ennek az embernek a szellemén. Ő hívja, ő csalogatja a szellemünket az ő jelenlétébe, mert a szellemünket fel akarja áldani, és természetesen nem csak, az egész, nem csak a szellemünket, hanem az egész személyiségünket. De az Isten iránti vágy először a szellemben kezdődik, Természetesen lelki szinten és pszichénkben is lehetnek időszakonként vágyak, de az a tapasztalat, hogy a külvilággal való érintkezés az elnyomja, és ezért nagyon csalóka a lelkünkben az Isten urán iránti vágy, de ezért fontos, hogy a ha hívőknek mondom, hogy a szellemük erős legyen, mert ha erős a szellemük, akkor egy kiapadhatatlan, elfogyhatatlan szomjúság, éjség ösztönzi őket az úrnak a jelenlétébe. Különösen azokra az emberekre igaz ez, akik már sokszor megtapasztalták az Istennek a jelenlétét, és van látásuk, hogy mit jelent az, amikor a mennek az atmoszférájába itt a földi közegben be tudnak kerülni. Ez az ember, ez olyan mély nyomot hagy az ember szellemébre, hogy újra időszakonként vágyja, szomjazza, szeretne újra találkozni, mint ahogy a Dávid is a Zsoltárban mondja, hogy mikor mehetek el, és jelenhetek meg nálat, és emlékezik, hogy milyen szép idő volt, amikor az én testvéreimmel, örömmel, lelkesen ujjongva mentünk az Istenek a házába. Elmúlt ez az idő, hiányzik Istenek a jelenléte, és ez a fájdalom szólal meg a, a Dávidnak, illetve a Zsoltárosnak a lelkéből hogy újra mikor mehetek el, mikor kerülhetek újra az Istenek a zuhanyzója alá, és önti rám a mennyekből az ő dicsőséges jelenlétét. Hányan tudjátok, hogy miről beszéltem? Dicsőség Istennek az azt jelenti, hogy van Isten ismeretetek, és adja Isten, hogy kegyelemmel áldja meg benneteket, hogy ez az ismeret egyrészt megmaradjon, de ez az ismeret soha nem véges hanem mindig van benne egy hiány. Többet akar. Többet akar Krisztus természetéből, többet akar az erejéből, sőt, akarja látni szemtől szembe. Tehát igazából csak akkor fog megtörténni a beteljesedés. És ezért minden megtapasztalás, karizmatikus természetpolyoti érintés és megtapasztalás után még nagyobb ésége lesz az embernek az Isten iránt ekkor biztos, hogy jó szellem működik benned. Világos? Ha egészséges, jó kenettel, sűrű kenettel látogat meg Isten, és ebből ezzel táplálkozol, ezt fogyasztod, ezt itt, ezzel itat tégedet az Úr, akkor meg vagyok róla győződve, hogy egyre jobban emészt a szomjúság és az éjség az Isten természetötti jelenléte megnyilvánulásai után. Oda kell figyelni a belső hangokra, de azt nagyon fontos, a hangsúlyozom, arra, hogy arra vigyázatok, hogy nem az önismeret vezet bennünket az Isten jelenlétébe. A szellemünk igazából akkor szólal meg, pontosabban a Szent Élek akkor ad jelet a szellemünknek, ha figyelünk arra, akit által szegeztek, Jézus Krisztusra. És ez a, ezt a figyelmet a Szent Élek kenete mindig megáldja akkor jön rá az emberre a kenet. A misztikusok, a keleti vallásnak a hívei, de sajnálatos módon vannak a keresztény, szellemi, spirituális életbe is ilyen irányzatok, amelyek ön ismeretből, tehát saját magukra való figyelem által akarják Istent megtalálni. Ez nem fog sikerülni, mert ha figyelsz magadra, én függőségben maradsz, és egy, ahogy egyre jobban koncentrálsz önmagadra, az én függőséged annál erősebb. Holott pontosan az Isten jelenléte akkor tud erős lenni az életünkben, ha az én függőségünktől megszabadulunk. Jézus ezért mondja, aki elveszíti az életét, ő érette, meg fogja találni. Meg fogja találni magát Isten dicsőséges jelenlétébe, hatalmába és erejébe. És ez az, ami a, nekünk az az élhető közeget biztosítja. Az énünk nem. Az énünkben csak ilyen kis morzsákat találtok. Tehát ezért nem magadra kell figyelni. Például ezért szüksége, ezért van az, hogy a gyülekezeteknek a jelentős tagjai pszichológusok járnak, mert nem értik meg, hogy nem a személyes analízesekből fognak meggyógyulni, hanem egyszerűen néznek az úrra, az Úrból jön a kenet, az Úrból jön a természete, ő adja magát, folyamatosan árasza ki magát, és ezért küldte el a Szent Szelemet, hogy állandóan ez a mennyekben lévő dicsőség urából jöjjön ki az a kenet, az az áldás, a kegyelmi ajándékok, ami a személyiségünket megáldja, a személyiségi zavaratból meggyógyít, a depressziódból, ő hidd el, Jézus a legjobb pszichológusot.